köszöntöm Sványi Györgyöt, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Mai témánk, beszélgetésünk témája az infláció, és hát kevesen vannak az országban, akik illetékesebben tudnak erről nyilatkozni, mint ő, aki akár mint volt jegybankelnök, akár mint közgazdász, azért eléggé széles tudással és tapasztalattal és háttértudással rendelkezik erről. Én Bütl Ferenc vagyok, megújuló Magyarországért Alapítvány kuratóriumi elnöke, és még egyszer köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. A eléggé aktuális sok tekintetben a téma, és most nem csak azért, mert hogy Európai Uniós rekorder a hazai infláció, de hogy például ma volt egy monetáris tanács döntés, ami továbbra is, hát ugye hivatalosan azt mondjuk, hogy 13%-on tartotta a jegybanki alapkamatot, mert ez a kommunikált jegybanki alapkamat, miközben, ha én jól tudom, akkor a szakma nem a 13%-ot mondja, hanem a 18%-ot, úgyhogy ez gyorsan, ha egy pár mondattal tisztába tennéd, hogy mi itt a különbség a 13% és 18% között, és hogy ez a szinten tartás, ez most egy várható dolog volt, váratlan dolog volt, és hogy a hazai magas inflációhoz, akkor ez hogyan viszonyul? Még egyszer köszönöm a meghívást. Hát a 13 és 18 között nyilvánvalóan a különbség az 5%, de tartalmilag az a különbség, hogy a jegybanki alapkamat az alapvető funkcióját elveszítette, nem most veszítette, hanem sok évvel ezelőtt, amikor ellentétes érdekeknél fogva pont fordítva alakult az alapkamat és az irányadó kamatnak a viszonya. Az alapkamat, normális helyeken az alapkamat és az irányadó kamat az megegyezik, ez a legfontosabb indikátora a jegybank kamatpolitikájának. Ez alakítja a rövid lejáratú kamatokat, a bankközi kamatokat, ez ad orientációt a gazdaság szereplőinek, ez ad valamiféle orientációt arra vonatkozóan is, hogy a kamatszint hogyan viszonyul az aktuális és a várható inflációhoz. A két kamatnak a külön választása az valamikor 2016 körül következett be, 16-17-ben, amikor befagyasztotta az alapkamatot 0,75%-on a jegybank, de ez túl magas volt, mert abban az időszakban defláció, árcsökkenés volt az országban, és ezért megalkotta az új irányadó kamatot, ami hosszú éveken keresztül mínusz 0,25% volt, tehát a kereskedelmi bankok által a jegybanknál elhelyezett betétekre negatív kamatot fizettek. Akkoriban kérdezték kollégák, hogy mi az oka annak, hogy ezt így csinálja a jegybank. Értelmesebb választ, vagy racionálisabb választ nem tudtam adni erre, ahhoz képest, mint hogy ezt azért tette a jegybank, hogyha elkezd emelkedni majd az infláció, hogyha szigorítania kell, akkor legalább kétszer-háromszor úgy tudjon emelni ténylegesen kamatot, hogy azt tudja mondani, hogy az alapkamat változatlan, mi legfeljebb csak ehhez a mínusz 0,25-höz nyúltunk hozzá. Ez bekövetkezett sajnos túl későn, 2021 nyarán, nyár elején, addigra már lényegesen kívül volt az infláció a jegybank célfüggvényén, és teljesen nyilvánvaló volt, hogy a gazdaságpolitika minden fontos eleme, a költségvetési politika, a jövedelempolitika és a monetáris politika is már évek óta olyan expanzív teritoriumra ment, annyira akkora túlkeresletet teremtett, ami szükségképpen az infláció gyorsulásához vezetett. Említetted, hogy expanzív, monetáris és expanzív fiskális politika, hogy a keresletnek a mesterséges növelése az, hogy szoktunk ilyet mondani, prociklikus gazdaságpolitika folyik Magyarországon, hogyha egyszerűsítjük vagy lefordítjuk ilyen hétköznapi nyelvezetre, akkor amikor lefelé megyünk a hullámvasúton, és nagy a lendület, akkor még egy kicsit
rátolunk erre az egészre, hogy még gyorsabban menjen. Ezt jól interpretálom, ugye? Abszett. És akkor itt azt mondod, hogy későn következett be a fordulat. Igen. A prociklikus, vagy ha magyarul közérthetően akarok fogalmazni, ciklus erősítő gazdaságpolitika, ami ugye egy normál piacgazdaság, régóta tudjuk, ciklikusan fejlődik, a ciklusnak vannak fellendülő és visszaeső szakaszai, és hát ha jó a gazdaságpolitika, meg szerencsések is vagyunk, akkor a ciklus átlagában fölfelé tart a gazdaság. De a ciklust erősítő politika az azt jelenti, hogy amikor semmi szükség nincs a gazdaság növekedésének a gyorsítására, mert magától is jó irányban megy, akkor még rálépnek a gázra, még indokolatlanul nagy stimulust adnak a költségvetés oldaláról, a jövedelmek oldaláról és a monetáris politika oldaláról, hogy konkrét legyek. 2016-17 fordulóján meghirdette a gazdaságpolitikai fordulatot a kormány, és ennek a fordulatnak a jellemzője az volt, hogy mind a három fő ága a gazdaságpolitikának indokolatlanul kiengedett. Csak távirati stílusban, ha fontos, akkor lehet részletesebben is. A költségvetésnél, ugye ahogy elkezdett a gazdaság gyorsulni, a gyorsulás mentén, ahelyett, hogy visszafogta volna a költségvetési keresletteremtést a kormány, rátett még két lapáttal. Első ránézésen nem magától értetődő, mert minden évben 17 és 20 között egy ilyen 2% körüli költségvetési hiányt mutattunk ki, ami első ránézésre elég jónak tűnik. Igen, csak hogyha azt tekintjük, hogy a növekedés üteme már messze meghaladta a magyar gazdaság potenciális, fenntartható, egyensúlyőrző növekedési ütemét, mert már fölment 4-5%-ra a növekedés üteme, és ez a fenntartható ütem, ez valahol 2,5-3%, legfeljebb 3,5 körül van, akkor ebben az helyzetben a költségvetésnek jóval kisebb hiánnyal kellett volna zárnia. De emellett van még egy tényező, amiről el szoktak feledkezni, hogy tudnék egészen a legutóbbi időpontig rendkívül jelentős Európai Uniós támogatást kapott Magyarország. Ez lényegében azt jelenti, hogy az európai adófizetők pénzéből egy plusz keresletet teremtett a magyar gazdaságpolitika, eminensen vagy legnagyobb részben a költségvetésen keresztül a költségvetés, és ha ezzel a pénzzel szemben, amit kívülről kapunk, amit az európai adófizetőktől kapunk, ha ezzel szemben nincs munkaerőtartalék, nincs kihasználatlan kapacitástartalék, kiváltképp exportképes kapacitástartalék, akkor ez bizony túlkeresletet fog generálni a gazdaságban, és előbb-utóbb a külső egyensúlyt is aláássa, és az inflációt is gyorsítani fogja. A jövedelempolitikában ugyanezt lehet látni, azon örvendetes tényen túl, hogy a foglalkoztatás kétségkívül jelentősen emelkedett 2013 és 2019 között, 2020 között. Nyilvánvaló volt már 2017-18, hogy kimerülnek a munkaerőtartalékok, munkaerő hiány jön létre a gazdaságban. Ezt nyilvánvalóan a bérek, a nominális béreknek a gyorsabb emelkedéséhez vezet, de erre még ugyancsak a kormány is rásegített azzal, hogy minden évben a lehetőségeket meghaladó stimulust adott a bérek, jövedelmek oldaláról, és ugye eljutottunk úgy napjainkig, hogy most már ez a hatodik vagy a hetedik év, amikor kétszámjegyű a nominális béreknek a növekedése. Na most, amikor még az infláció folyamatosan gyorsult, de először csak évi 1, majd 2, majd 3, majd 4, majd 5% lett, akkor ez azt jelentette, hogy a reálbérek azok 6-7-8-9%-kal is növekedtek évente, ami a termelékenység növekedésének a többszöröse. Ez előbb-utóbb költség és kereslet oldalról is inflációhoz vezet. A harmadik terület az a monetáris politika, amelyik 2017 elejéig indokoltan használt negatív kamatokat.
De 2017 elejétől a költségvetés és a jövedelempolitika túlfuttatása okán, és visszatérek, hogy a monetáris politika is ugyanezt eredményezte, de ennek okán olyan folyamatok indultak be, hogy elkezdett erodálódni a külső egyensúlyi többlet, tehát láthatóan belföldi túlkereslet alakult ki, és az infláció is évről évre egyre magasabb szintre ment. Először ugye mínusz, tehát deflációból indultunk, nem volt annyira feltűnő, hogy organikusan növekszik az infláció, és előbb-utóbb kontrollt fog veszíteni a gazdaságpolitika az infláció felett. Ennek egyik eszköze az volt, hogy a Nemzeti Bank egészen 2021 nyaráig mínusz 0,25-ön tartotta a de facto tényleges kamatot. Az alapkamat 0,75 volt, de a tényleges az mínusz 0,75. És ahogy gyorsult az infláció, egyre nagyobb lett a negatív reálkamat. A negatív reálkamat pedig azt jelenti, hogy a megtakarításokat, a pénzügyi megtakarításokat fékezi, a hitelkeresletet bővíti, ami ugye keresleti többletben, túlkeresletben jelenik meg. De ezen ekvivalens volt az is, hogy 2016-ig indokolt volt a növekedési hitelnek az alkalmazása, helyes volt, hogy ezt tette. Technikailag meg szerkezetében nem így csináltam volna, de az elképzelés az rendben volt. De 2017-től, amikor már a hitelállomány organikusan évente kétszemjegyű növekedést mutatott, semmi szükség nem volt rá. Ugyanígy semmi szükség nem volt a növekedési kötvényre, és a 2020-as évet, tehát a pandémia első évét leszámítva, ott sem olyan mértékben a korlátlan állampapír vásárlására sem lett volna szükség a Nemzeti Banknak. Tehát ezzel akkora likviditás többletet, akkora keresleti többletet vitt be a rendszerbe, ami a negatív reálkamatok mellett rendkívül erőteljes hitelexpanzióhoz vezetett. Évi 18-19%-ban nőtt a hitelállomány, és hogyha összetesszük a képet, egy túlkeresletet okozó költségvetés, egy az egyensúlya nem összhangban lévő reálbérdinamika, termelékenységet lényegesen meghaladó reálbérdinamika, és a monetáris politikának az expanzivitása, ami egy magas kétszemjegyű infláció, kétszemjegyű hitel növekményhez vezetett, ez egyértelműen az infláció gyorsulását készítette elő, még sehol nincs háború, sehol nincsenek szankciók. 2020 elején, tehát még a pandémia előtt már közel 5%, 4,7%-ra nőtt a fogyasztói árindex, ami ugye kívül van az MNB inflációs célján. A pandémia negatív hatása az ideiglenesen visszavitte, de a maginfláció az nem ment vissza ennyire, tehát ami a tényleges belülről fakadó inflációs feszültség az megmaradt. És amikor a pandémiából szerencsésen kijött a gazdaság, akkor az infláció töretlenül azon a trendvonalon haladt tovább, amit a pandémia megszakított, és 21 első negyedében már újra 5% feletti szintre ér az infláció, és hát a háború és a szankciók meghirdetése előtt már 8,5% volt 2022. februárjában az infláció szintje. És akkor nyilván ehhez hozzájön egy externális hatás, egy externális sok, a háborúnak a rövid távú hatása, ami tovább lendítette ezt az inflációt, de háború nélkül se állt volna meg 8,5. Igen, pont ez jutott eszembe, ezt akartam kérdezni, hogy a tendencia az megvolt, tehát valószínűleg kétszemélyű lett volna, vagy kétszemélyűvé vált volna az infláció akkor is, hogyha nincsen ez a háború okozta és a költség oldali hatás. És hát ezzel együtt, meg aztán látjuk, hogy 25%. Hát ebből a szempontból egyébként el lehet fogadni azt, amit a kormány, illetve a miniszterelnök is egy interjúban mondott, hogy a háború nélkül fele ennyi lenne az infláció. Igen, lehetséges, hogy ez helyes, de akkor 26 helyett 13 lenne. A 13 is rettentő sok, és az a magyar gazdaságpolitika által előállított rendkívül gyors infláció, ami azt mutatja, hogy a gazdaságpolitika a rendszerei
egymással teljes összhangban durván expanzív inflációs pályára vitték a magyar gazdaságot. És szerinted miért, tehát miért erőltette ennyire a kormány ezt a növekedést? Mi az, ami, milyen célok, milyen megfontolások állhatnak e mögött? Mert hogy önmagában persze jól hangzik az, hogy most 4,5% vagy 4,8% vagy 5,2% a GDP növekedés, de hát mondjuk például a munkaerőhiány azért az tényleg látható volt már egy idő után, hogy itt vannak olyan plafonok, sőt én emlékszem, hogy voltak olyan felmérések, amikor cégvezetők mondták azt, hogy a legnagyobb veszély, a legnagyobb probléma, amivel ők szembe találkoznak, és ez nem 2021-ben volt, hanem már hamarabb, az a képzett munkaerő hiány. Ugye 2017-ben meghirdette a kormány összhangban a Nemzeti Bankkal, akkor még ott volt Matolcs is és Nagy Márton is, az úgynevezett nagy nyomású gazdaságot, a high pressure economy-t. Ez a nagy nyomású gazdaság, ez, ha lefordítjuk hétköznapi nyelvre, ez egy bluff. Ennek az volt a lényege, hogy nyugodtan lehet túlkeresletet teremteni a gazdaságban, nyugodtan lehet kétszemjegyű nominális béremelkedés, nyugodtan lehet az árfolyamot hagyni, vagy kifejezetten erőltetni a leértékelődését, nyugodtan lehet egyre nagyobb negatív reálkamatok mellett működni, nyugodtan lehet kétszemjegyű hitelállomány növekedés. Ez mind nem fog se inflációhoz, se külső egyensúlyi romláshoz vezetni. Most ilyen a világon nincs. Tehát ez a high pressure economy, ez nem tud működni. Többletkeresletet csak akkor és addig lehet teremteni, egyensúlyt nem kikezdő módon, amíg jelentős munkaerőtartalékok vannak, akiket be lehet szívni a munkavilágába, egyfelől, másfelől pedig jelentős versenyképes tőkekapacitások vannak a gazdaságban. A versenyképességnek súlyos feltétele, hogy ezek lehetőleg exportkapacitások legyenek. Na most ez a magas nyomású gazdaság, amit ez a gazdaságpolitika előállított, ez szisztematikusan nem egy exportorientált keresletet hozott létre a gazdaságban, hanem ahogy ezt később már többen elmondták, betont betonba öntött. Ez egy tipikus extenzív gazdaságpolitika, nem abban az értelemben jobb, mint a szocialista tervgazdaság, hogy nem egy önellátó, nem egy autark politika, de céltalanul, helytelenül a belföldi keresletet viszi az égbe, és a belföldi keresletnek a növelése az rövid távon, amíg nem ütközünk az infláció és a külső eladósodás falába, rövid távon stimulálja a gazdaságot, növeli a beruházásokat. Büszkén mondják a kormányzati szakértők, hogy 26-28%-os beruházási ráta van. De ez önmagában nem egy érték, hogyha megnézzük, hogy ennek a beruházásnak a minőségi oldala milyen, megnézzük, hogy a termelékenység növekedése hogyan változott az elmúlt 12 évben, akkor azt kell mondanom, hogy nagyon sovány az, amit fel tudunk mutatni. 12 év átlagában az 1%-ot nem éri el a termelékenységnek a növekedése. Na most, hogyha elfogy a munkaerőtartalék, és a termelékenység, és mögötte a technikai haladás, az 1%-nyi, kevesebb mint évi 1% bővülést tesz lehetővé, akkor az egy vágyálom, hogy itt 3-4-5%-os fenntartható növekedés legyen. Olyan területekre ment a beruházások, különösen az állami beruházásoknak a jelentős része, amelyek a technikai haladást, a nemzetközi versenyképességet érintetlenül hagyták. Attól, hogy, bocsánat, ez kicsit demagóg, de attól, hogy 28 stadiont építünk, attól, hogy kilátókat építünk minden faluba, ettől technikai fejlődés, technikai haladás, termelékenység változás nem lesz.
Rövid távon ezek hozzájárulnak a GDP növekedéséhez, de középtávon már fogyasztják a GDP-t, mert annyi bevételük nincs, ami a működési költségeiket fedezni tudná. Úgyhogy itt egy elhibázott stratégia mentén jött létre ez a helyzet. Nyilván, ha a politika szemüvegén keresztül akarjuk nézni, én nem azon szoktam, de ha azon keresztül akarjuk nézni, akkor középtávon, tehát egy 3 éves, 4 éves periódusban ez kifizetődőnek tűnt, hiszen jelentős reálbérnövekedés következett be, jelentős propaganda szempontból fontos növekedési számokat produkáltunk, bár hozzá kell tennem, hogy visszafogja és magányítsa. Ha szabad, akkor egy általános megjegyzéssel kezdeném. Régóta írom és tanítom, hogy az árstabilitást egyoldalúan a monetáris hatóság nem tudja biztosítani. Árstabilitást fenntartható módon akkor lehet elérni, hogyha a költségvetési politika, a jövedelempolitika és a monetáris politika szoros összhangban működik egymással, és akkor lehet nagyobb társadalmi költségek nélkül egy megfelelően alacsony inflációs pályát tartani. Ebből a szempontból a jegybank jelenlegi kritikájáról azt kell mondanom, hogy az jelentős mértékben ül azzal, hogy a kormány felé irányuló kritikájuknak egy jelentős része olyan, amiben ők abszolút partnerként működtek együtt 2010-től egészen 2020-21-ig. A másik része viszont, hogy a saját felelősségéről egy szót nem szól, mert a forint árfolyamának a tudatosan végrehajtott és támogatott leértékelése, az alacsony devizatartalékok, permanensen alacsony devizatartalékok szintje, az a tény, hogy deklarálták, hogy őket az árfolyam nem érdekli, annak nincs hatása az inflációra, mint ahogy azt is deklarálták, hogy a béreknek sincs hatása az inflációra, meg a negatív reálkamatoknak sincs hatása. Kérdezem, hogy akkor minek van hatása az inflációra? Hogyha ez így van, akkor amikor ők kritikusan lépnek fel, jelentős részben okkal a kormánypolitikájával szemben, akkor egy kicsit a saját házuk táján is körül kellene nézni. Az, hogy a Nemzeti Banknak ekkora a vesztesége, az abból fakad, hogy legfőjebb annak a mennyiségi lazításnak, amit végrehajtott, és aminek eredményeként kb. 12 ezer milliárd szabad likviditás van a rendszerben, amit a Nemzeti Banknak ki kell szívnia, sterilizálnia kell, és amelyet pillanatnyilag 15-16%-os átlagos kamat mellett sterilizál, azzal szemben ott van az általa nyújtott hiteleknek a 0-2%-os kamata. Na most az nem atomfizika, hogy a 0-2% és a 15-16 között orbitális veszteség van. És ebből a 12 ezer milliárdból, ha nagyon jó szándékú vagyok, a fele az, ami indokolt volt, hogy gazdasági élénkítés miatt, az is elsősorban 2013 és 2016 között volt indokolt, illetve 2020-ban a pandémia idején, de az állampapírokat leszámítva senki nem mondta a Nemzeti Banknak, hogy fix nulla kamaton helyezzen ki hiteleket 10-12-15 évre. Azt valamilyen módon egy olyan fedezetlen kamatpozíciót vállalt, amin óriási nyeresége van azoknak, akik felvették ezt a hitelt, mert gondoljunk bele, hogy 2,5% kamatot fizet egy 20-25-30%-os infláció mellett, hát 3 év alatt lenullázódik a reál értéke a felvettőkének, és hát a bankoknál is jelentős talált profit van ennek következtében. Tehát én úgy látom, hogy itt azért a társfelelőssége van az inflációban a kormányzati politikának és a jegybanknak. Most az, hogy a kormány mit tehetett volna, vagy mit nem, amit így felsorolás szerint biztosan nem szabad lett volna csinálni, biztosan nem szabad lett volna ársapkákkal élni. Kiváltképp úgy nem, hogy az ársapkákat
a rezsit leszámítva, kifejezetten olyan gazdasági szereplők nyakába varták, akik nem tehetnek arról, és akikkel szemben felvetődik a jogbiztonság, a piac tisztelete, a jog tisztelete, a tulajdon tisztelete, mert ugye mondjuk azok a benzinkutasok, akik kénytelenek voltak bezárni, mert tönkrementek, mert elvonták a tőkéjüket, mert nem tudtak jövedelmet termelni, veszteségesek voltak. Ez a jogbiztonságot, a tulajdonbiztonságot, az alkotmány alapvető értékeit kérdőjelezi meg. Tehát ezeket biztosan nem kellett volna csinálni, plusz hát az nyilvánvaló volt a kezdettől fogva, hogy az ársapkáknak a benzint kivéve, de még ott is azt ma isszuk annak a levét, az a következménye, hogy a mellette lévő 2000 terméknek az árába fogják áttenni ezeket a veszteségeket, és amikor az ársapkákat felszabadítják, akkor még egyszer fizetjük ezt az inflációt. A benzinnél azért fizetjük kétszer, mert ott pedig azáltal, hogy teljesen összeroppant a olajozottan működő kínálati piac, kiszorultak a külföldi beszállítók, monopol helyzetben maradt a MOL, és egyszerűen a verseny megszűnt a piacon, és ma azt látni, hogy körülbelül ugyanolyan az adóterhelése, a magasabb áfa, de az alacsonyabb jövedéki adó miatt, körülbelül ugyanaz az adóterhelése a benzinnek, gázolajnak, mint a környező országokban, mégis 50-60-70 forinttal drágább, mert a kereskedelmi ár is megnőtt. Tehát akik a piacon vannak, most próbálják meg kompenzálni magukat a korábbi veszteségért, és ezért így drágább. Hogy mit lehetne csinálni a kormánynak? Hát először is nem kellett volna 2021 végén és 22 elején a GDP 15%-át elérő extra kiadást végrehajtani, ami nyilvánvalóan inflációt csinált. És akkor ezek után nem kellett volna adót emelni, ami megint inflációt csinál. Most is olyan területeken expanzív a költségvetés, ahol valószínűleg nem kellene, viszont olyan területeken meg, ahol kellene, oktatásban, egészségügyben, szociálpolitikában, ott meg felteszi a kezét. Van egy konkrét terület, ahol azt hiszem, hogy tehetne érdemben a kormány az infláció mérséklése érdekében, ez az üzemanyagár. Egyrészt itt valóban lehetne a gazdasági versenyhivatallal vizsgálatot végeztetni, hogy mi az oka annak, hogy Magyarországon megugrott jelentősen ez az ár is. De van egy másik oldala is. Ugye Magyarország benzin és gázolaj termelésében vagy kínálatának a nagy része az Ural típusú olajra épül. Ez azt jelenti, hogy ennek az ára 20-25-30 dollárral olcsóbb, mint a Brent típusú olaj. Most mi a Brent tip, kizárólag a Brent alapján számoljuk a belföldi üzemanyagárat, ahelyett, hogy valamilyen módon kevernénk a kettőt. Igaz, akkor nem lenne a MOL-nál 250 milliárd forint extra profit, amit el lehet vonni, és amit diszkrecionálisan osztogathat aztán tovább a kormány. De ebben az esetben mondjuk le lehetne vinni a két vizsgálat, egyik a versenyhivatali vizsgálat, másik a más bázison történő kalkulációval, le lehetne vinni az üzemanyagárakat egy olyan szintre, ami még nem vett föl versenyjogi problémákat az Európai Unión belül, tehát nem azt kérem, hogy 400 forint legyen, mert a kettő alapján le lehetne vinni 400-ra is akár az árat, vagy 410-re, de mondjuk le lehetne vinni ilyen 480 forint körüli ára, amitől még senki nem üvöltene a környékünkön, hogy unfair versenyt támasztunk az ő kínálatukkal szemben. És hát figyelembe véve, hogy ugye a szállításon keresztül az üzemanyagár mindennek viszi fel az árát, nem beszélve a nitrogén műtrágya áráról, ezzel érzékelhetően azért mérsékelni lehetne. Most tulajdonképpen benne vagyunk egy rossz
egy rossz utcában, fölment az infláció rendkívül magas szintre, innen viszonylag gyorsabban talán vissza lehet állni egy, én nem tudom pontosan mennyire, hogy ez egy számjegyű lesz, vagy 10-12 vagy 13, de viszonylag a magas bázis miatt vissza lehet állni. A probléma az az igazában, hogy onnan hogy fogunk lemenni. Beragadhat szerintem? Abban az esetben, hogyha a béreknek a dinamikája azon a, abban a nagyságrendben marad, ami az elmúlt 6-7 évben jellemző volt, akkor attól tartok, hogy nem nagyon gyorsan fog tovább csökkenni az infláció. Ugye az a probléma ezzel, hogy a bérből és fizetésből élők hozzászoktak 6-7 év alatt egy 10-12-9, tavaly eminensen 19%-os nominális béremeléshez. Ráadásul az a valós tapasztalatuk, hogy az infláció még ennél is több, és az ő bérigényeiket, én mondhatom szakmailag, hogy ex-ante előre tekintve kellene figyelni, hogy mennyi lesz az infláció, de teljes szívvel értem, hogy aki elszenved mondjuk idén 4-5-6%-os reálbércsökkenést, az nem fogja tudni azt mondani jövőre, hogy én beérem egy 5%-os vagy 6%-os nominális béremeléssel, mert nekem azt ígérte a Magyar Nemzeti Bank, hogy 5% lesz év végére az infláció, vagy 4,5. És hogyha ezt nem fogadja el, és viszi föl a bérigényét, ráadásul a gyenge forint mellett, még arra szeretnék visszatérni, a gyenge forint mellett az export szektorra nincs is komoly költségnyomás, vagy profitnyomás. Az export szektor tavaly elképesztő profitra tudott szert tenni a forint ilyen súlyos leértékelődése miatt. Tehát ő neki nem jelent, az Audinak nem jelent problémát, hogy 17%-kal megemeli a béreket. A bérhányad az Audinak az 10% vagy 8% a teljes költségében. A forint árfolyama leértékelődött tavaly átlagosan 12-t, gond nélkül megemeli 17-tel. És ennek azért van egy tovagyűrűző egy hatása. Az árfolyamnál nem olyan egyszerű a dolog, mert ugyan ma viszonylag az elmúlt fél évhez képest erős volt a forint árfolyama, de objektíve semmilyen erőről nem beszélhetünk. Ha megnézzük a forint árfolyamát ma, és megnézzük egy évvel ezelőtt, vagy nem is egy évvel ezelőtt, mondjuk 2022 elején, és megnézzük a zloty, a korona árfolyamát, vagy a román lejnek az árfolyamát, akkor a forint most kezd visszamenni oda. Ezek az árfolyamok, a zloty, a korona vagy a lej lényegében az elmúlt 5-6 évben nominálisan is, hát a korona az nominálisan felértékelődött, a lej és a zloty alig értékelődött le nominálisan 5-6 év horizontján. A forint viszont durván leértékelődött ebben az időszakban, és ahhoz, hogy ez a 3,80 vagy 3,90 vagy 3,70-3,90 közötti sáv stabil legyen, ahhoz egyelőre egy orbitális kamatkülönbözet kell. Hát a 18 és a 3 közötti kamatkülönbözet az példátlan. Mennyiben segítene ezt a sávot megtartani, vagy esetleg még tovább erősíteni a forintot, hogyha valóban már nem csak az ígéretek szintjén, hanem ténylegesen is megtörténne az EU-s forrásokhoz a hozzáférés szerintem? Valószínű, hogy az annak a annak mindenféleképpen kedvező hatással volna a magyar gazdaságra. Az a kockázat, ami ma mindenki beleszámol, beleépíti a várakozásaiba, az kiárazódna a rendszerből. És itt nem is csak arról, az is nagyon fontos, hogy cashben ennyi jön be, de a reputációs hatása, hogy együtt tudunk működni az Európai Unióval, az jelentősen javítana a helyzeten. Hozzá kell tennem egyébként még a kamatokhoz, hogy
ugye a kamatoknál is a Nemzeti Bank félszívvel későn nem elég dinamikával emelt. Ha kellő időben, kellő bátorsággal emelt volna, akkor valószínűleg soha nem kell eljutni a 18%-ig. Az infláció se jutott volna el odáig, mert ugye tavaly, azért emlékezünk vissza, hogy az év elején 360-365 forint volt a forint-euró árfolyam, és az év második felére ez durván 400 fölé ment, tehát csak az import oldalról 10-15%-nyi költségnyomás jött, nem a szankciós infláció, a magyar gazdaságpolitikának az eredőjeként, amire nem volt példa sehol a régióban. Úgyhogy ha időben lép a jegybank, és van kellő devizatartaléka is, tehát intervenciót is tudott volna csinálni, ez nem teoretikus. A cseh jegybank 15 milliárd eurót vetett be annak érdekében, hogy a cseh korona árfolyama ne mozduljon el. És hát ugye azért azt látni, hogy ezekben az országban is nagyon magas az infláció, de azért a miénknél nagyjából most már 8-9%-kal lejjebb van, és negyedik hónapja ott, vagy ötödik hónapja már csökken. Úgyhogy ez a, ráadásul a 18-ra azt mondja a Nemzeti Bank, hogy ez már pozitív reálkamatnál. Hát abban az esetben pozitív reálkamat, két esetben pozitív reálkamat, hogyha elhisszük azt, hogy mához 10 hónapra, 8 hónapra 18 alá visszamegy a kamatszint, mondjuk ezt higgyük el, de igazában a megtakarítók szempontjából szó nincs erről. Hát a megtakarító, ugye azt mondja a kormány, hogy a indokolatlan nyerészkedést el kell kerülni. Miről beszélnek? 26% inflációnál a 18%-os kamat, az a számtan mai törvényei szerint mínusz 8%-os reál kamat. Tehát 100 forintból 8-at elbukik valaki a megtakarításán. Én elhihetem, hogy majd egy év múlva jobb lesz, de ma súlyosan bukok azon, hogy a kamat messze alatta van a aktuális inflációnak. Majd utána átadom a szót a jelenlévőknek, hát ha van hozzászólás és kérdés, hogy azon kívül, hogy egy ilyen látványpékség jelleggel ezek az árstoppok, ársapkák belettek mondva, nekem néha az a fura érzésem van, hogy mintha egyébként a kormány nem bánná annyira, hogy ekkora az infláció, és ugye azt tudjuk, hogy bizonyos pozitív hatásai vannak a fiskális politikára, akár bevételi oldalon, a magasabb inflációnak, akár az adósság elinflálása, vagy az adósság ráta sokkal kedvezőbb képet mutat, hogyha magasabb az infláció. Hogy mit gondolsz erről, hogy a kormánynak tulajdonképpen akár még meg is felelhet ez a magasabb inflációs környezet, őket tulajdonképpen annyira, mintha nem zavarná? Ezt másként látom. Egyrészt nyilvánvaló, hogy elnézést, hogy ilyen területre tévedek, de politikailag ez egy hatalmas öngól a kormánynak. Tehát én még nem láttam olyat, hogy egy kormány durván emelkedő infláció és egy kezdődő reálbércsökkenés pályáján növelni tudja a támogatottságát. Tehát ilyen értelemben ez valószínű, hogy nem jó nekik. Abban az értelemben sem jó, hogy ugye látszólag az adósság GDP ráta az jobban néz ki, gyorsabban csökken, és talán emlékszel egy év, amikor beszéltünk még választás előtt, én mondtam, hogy ennek ez lesz a következménye, de van egy ennél hosszabb távra ható és sokkal fájdalmasabb következménye, hogy a kamatokból nem fog tudni visszamenni olyan hamar, és minthogy rövid nagyon az átlagos futamideje az államadósságnak nagyon gyorsan átárazódik, sokkal rövidebb a futamideje, mint amit statisztikailag kimutatnak,
Mert mondjuk például a szuper állampapírt, ami egy szuper tévedés volt, annak a 4/5-ét már visszaváltották idő előtt, és 5% helyett átmentek 16-ra. Tehát plusz az MNB, amikor a mennyiségi lazítás keretében megvásárolt körülbelül 4000 milliárd forintnyi állampapírt, akkor a 4000 milliárd forintnyi valóban hosszú lejáratú állampapírral szemben ő 4000 milliárd forintnyi látraszóló betétet saját pénzével fizetett, amire ő 16-17%-ot fizett. Tehát az állam fizet neki mondjuk 3-4%-ot, mert akkor még ennyi volt. Ezzel szemben ő 16-17-et fizet a piacnak. Következésképpen az államadósságnak a kamat terhe még ezen a csatornán keresztül is jelentősen megugrik. Tehát hosszú távon óriási árat fizet ezért az inflációért a magyar adófizető, mert a kamatköltségek nem fognak visszamenni egyhamar erre a bizonyos 1,7-1,8%-os GDP arányos szintre. Ami a költségvetés belső szerkezetét illeti, ott megint azt gondolom, hogy az egy nehezen védhető dolog, hogy ezzel sokan mondják, politikusokat is hallom, hogy ellenzéki oldalról, hogy milyen jó, mert az áfa megnőtt, meg a személyjövedelemadó megnőtt, és hogy ez mekkora mozgásteret ad a kormánynak. Azt hiszem, hogy ez leegyszerűsítés. Ezek a bevételek tényleg nőttek, bár felhívnám a figyelmet arra, hogy az év első két hónapjában nem tudom miért, de állítólag nem nőttek a, nominálisan nem nőttek a bevételek, ami vagy rossz a statisztika, vagy ha így van, akkor az komoly problémákra utal. De a baj az az ezzel, hogy a másik oldalon egy csomó kiadása van a kormánynak, ami részben infláció vezérelt. Kezdjük a nyugdíjakkal. A nyugdíjakra idén borzasztóan sokkal többet kell kifizetni, mint tavaly, amit tavaly év elején gondoltak. Ugye tavaly kétszer kellett emelni a nyugdíjakat az infláció miatt. Idén év elején 15-tel emelték, és még fogják emelni 3-mal. Tehát itt a többlet az 1000 milliárdban mérhető. A kamatoknál 1000 milliárd körülbelül a többlet kiadás, ami megvalósul. Ezen kívül azért egy sor kiadásnál nem mondhatja azt a kormány, hogy nem kompenzálja részben vagy egészben az infláció növekedését. Úgyhogy azt gondolom, hogy perszaldó a folyóköltségvetés nem tud fellélegezni attól, hogy ilyen nagyobb infláció van. Az adósságstokk az elinflálódik. De mint mondtam, ennek nagyon komoly ára lesz, mert azért azok, akik beültek 3%-os 10 éves állampapírba, azok ötször meg fogják gondolni, hogy mikor fogadnak el még egyszer egy ehhez hasonlóan alacsony hozamszintet, mert annyira megégetik magukat. Úgyhogy, és akkor ez azt jelenti, hogy az infláció ugyan bízunk benne, hogy majd fog lejönni, nem olyan gyorsan, mint ahogy ezt most álmodjuk, de a kamatkockázati prémium, az inflációs prémium, ami a kamatokba beépül, az sokkal-sokkal lassabban fog lemenni, mint amennyit gondolunk, mert az emberekbe beleég, a befektetőkbe beleég egy nagyon rossz tapasztalat. Úgyhogy az inflációval játszani, ugyanúgy, ahogy ezen belül az árfolyammal játszani, az egy roppant veszélyes dolog, és mondjuk nekem nem rossz tapasztalatom van, de sajnos hosszas tapasztalatom van magas inflációval, mert mind a két alkalommal jegybank elnökként nagyon magas infláció mellett, nagyon magas inflációval kellett szembenéznünk és azt lehozni. Nagyon könnyű elengedni a gyeplőt, nagyon könnyű az inflációt, nagyon könnyen elszabadul az infláció, rettentő nehéz lehozni.